bemutatkozzam, Kalusz Zsuzsi vagyok a Balatonról, illetve bemutatnám a kollégákat, a legveszélyesebb Kalusz, Dámir, ő vezeti a kapitány, ő vezeti a hajót, felmehetnek a felső fedélzetre is, vezethetik a hajót, fényképezkedhetnek vele, csak megkérem önöket, hogy egy időben nagyon sokan ne tartózkodjanak a felső fedélzeten. Ügyesen bepasszíroztam önöket ide, fel lehet állni, lehet sétálni szabadon. Bemutatnám a legénységet, a testvérpáros, Tomó és Máté már itt hozzák önöknek az italokat, nem kell spórolni, tehát korlátlan a fogyasztás, amint látják, hogy ürül, egy gyümölcs reggelire nagyon jó, tehát bort kaptak, figyeljenek oda, hogy a szörpöt azt higítani kell, tehát víz megy a szörphöz. A hajón működik mosdó, a hátsó fedélzeten, írja, hogy férfi és női mosdó, de uniszex, tehát használják, hatják egyiket is, másikat is, a konyha után jobb, illetve bal oldalon. És a főszereplő a szakács, aki ma több mint 150 halat fog kisütni. Néno, ő a mai napunk főszereplője tulajdonképpen. Nem sokára a fiúk hozzák a pálinkát, és muszáj mindenkinek megkóstolni, hogy ne tudják, mitől vannak rosszul, a pálinkától, a hullámoktól, a hajótól. És akkor néhány gondolat az Adriáról. Horvátország, illetve Horvátországról. Horvátországnak 1585 szigete van, ebből 67 csak, amelyik lakott. Ez a sok sziget annak köszönhető, hogy a Dinári hegycsimrendszerhez tartoznak ezek a szigetek, lassú süllyedéssel a medencék völgyek feltöltődnek vízzel, és egy-egy kibukkanó sziklacsúcs tulajdonképpen egy-egy sziget. Horvátország egy csodálatos ország, képzeljék, több mint 2000 kilométernyi tengerpartja van. Ha ehhez hozzáadjuk a szigeteknek a kerületét is, akkor ez eléri a 8000 kilométert. A helyiek azt mondják, hogy annak köszönhető, hogy ilyen szép az országuk, hogy amikor Isten felosztotta a földet, akkor a népek sokat kértek, sokat akartak, a horvátok pedig szerényen vártak, hogy mi marad. Erre Isten a végén azt mondta, én rólatok megfeledkeztem, de azért, mert ilyen szerények voltatok, ezt a gyönyörű részt magamnak akartam megtartani, de nektek adom. Így van ilyen sok szigetük, bővízű folyójuk, gyönyörű síkságuk Szlavóniában, tehát tényleg gyönyörű az ország. Tenger színe Adria kék, gyönyörű kék, aki kapott egy képeslapot az Adriáról, azt gondolná, ez biztos retusálták, tehát láthatjuk, hogy valóban ilyen kék a tenger. Ez ennek köszönhető, hogy a sótartalma tengernek nagyon magas, 1 liter tengervízből 5 grammi sót nyerünk, tehát a különböző algák, planktonok nem tudnak benne megélni, nincs, ami zöldesítse a vizet tulajdonképpen, és ennek köszönhető az, hogy hal van kevés, tehát nagyon szegény, sok fajta halat, de keveset találunk benne, ennek köszönhető az, hogy a halpiacon, illetve az éttermekben ilyen drágán tudják fogyasztani a halakat. Ezekre az első osztályú fehérhúsú halakra nagyon nagy a kereslet, és egyre kevesebb van belőle. Egyébként itt a Brács-sziget, illetve a Zárasföld között, vagyis a Brács csatornában nyári időszakban, tehát júniustól egészen szeptemberig tilos a halászat, tehát a Brács-szigeti halászhajók is a külső vidékekre mennek ki halászni, hogy az élővilágot ne tegyék tönkre. Tehát kevés a hal, ezért kevés a nagy ragadozó is, cápa a tengerben egyáltalán nincsen, vagyis van, bocsánat, macskacápa, amely nem veszélyes az emberre, hanem az ember veszélyes rá. A halpiacon, tehát ki fogják a halpiacon meg lehet venni, nagyon finom a húsa. Cápa támadás, tehát az Adriában egyáltalán nincs cápa. A történelem folyamán kettő darab cápáról tudunk. Az egyik 1980-ban egy hajó után úszik be az Adriai tengerbe, feltehetőleg valamilyen élelem potyog ki a hajóból, és ezután úszik fel. A másikat pedig 3 évvel ezelőtt, Vízsziget mellett, 50 méter mélyen egy illegálisan horgászó vagy halászó szlovén búvár egy szigony puskával megsebez egy nagy aranysügeret, és tulajdonképpen erre támad
a cápa, de önöknek nem kell félniük, tehát 50 méternél sekélyebb vízbe a cápa nem jön ki, tehát, de nincsen, tehát nincs elég élelem, nagyon ritkán fordul elük. Viszont vannak delfinek. Érdemes önöknek is figyelni, bár bevallom őszintén, hogy főszezonban ritkán látunk delfineket, ugyanis a gyors hajók, jetszik, amikor megjelennek, akkor tulajdonképpen kimenekülnek, ahol békésen tudnak játszadozni, illetve említettem, hogy itt a partok mellett elég kevés a hal, tehát élelem sincs elég. Kristálytiszta a tenger egyes helyeken, akár 50 méter mélyre is fűként a szigeteknél, de vele lehet látni. Ne gondolják azt, hogy a hozzátok, illetve a hozzátok, amire vigyáztak a tenger fontosságára, mert arra a szerencsét van. A tengeri áramlatok és a szemetet mélyet átvisz közül a partokról. Tehát Oroszországban tudjátok, hogy nem ilyen szép tiszta a tenger, pontfolyóból kérdő szennyezők és ott valami sem megkapják ezt a dolgát, illetve a dolgát. Én egyelőre megköszönöm a figyelmet, még egy információt védek, és lehet, hogy a tengeri nagyon szépen lehet látni a tárgyára előtt. Sokan nem tudják, hogy sokan tévesztik, tehát a kalózerőd, a kalózvár, az az alsó erőd. A felső erőd, és a fellegvár, amely 340 méter magasan található, a kalózok alapítják, de mai képét a velencei korszakból kapja, a török támadások idején építik a 16. században. Nagyon szép innen a kilátás, érdemes felmenni, a kikötőből indul felfelé az autó. Jaj, látom, már nem is figyelnek rá, megérkezik egy kis pálinka, és akkor már a pálinkával vannak elfoglalva. Köszi. Ilyen gyorsan nem nyomom egymásra. Menjetek föl, én nem megyek fel, jó? Thank you.
Belógatod valakinek? Lemenjek, megnézem? Kapitány úr, merre megyünk? Mit csinál, hogyha lesz egy piros lámpánk? Ne válok meg. De még egyszer megemlítem, tehát az ebéd után kimegyünk egy lagunába, egy öbölbe, ahol lehorgolunk. Tehát ott is lesz fürdés, ott lehet majd ugrálni a hajóról, ott lesz a horgászat. De azoknak, akik nem jól úsznak, vagy nem úszódóknak, ajánlom kisebb gyerekes családoknak, hogy itt fürdőzzenek, mert ott ugye mély a víz, tehát a vasmacskát fogjuk ledobni. Köszönöm! Látom. Mi minden egyes lehetőségért 200 tonnát fizetünk. És nálunk, hogy téli időben tényleg nincs mit csinálni. Tehát szakad az eső napokon keresztül, nincs mit gyerekkel mit csinálni, egész nap a tévét nézi. Tehát kéne az ember szállni arra, hogy elmenjenek, mert ezzel unatkoznak a gyerekek. Fúj a szél, esik az eső, semmerre nem lehet menni. Na tehát, térjünk vissza a Brák-szigetre. Tessék bejönni a napról. Ugye önök is úgy gondolják, hogy aki már szeretett volna, az megérkezett. Körülbelül. Tehát megérkeztünk a Posztira halászvárosba. Posztóra legelőszóból kapja a nevét. Ugyan itt is jelentős az, hogy 8. századig élnek itt, az omisiak állandóan átruccannak, felégetik a települést, ezért beköltöznek a helyiek, megunják azt, hogy ugye a kalózok nem fognak még szaladni 3 kilométert ahhoz, hogy felégessenek, kifosztanak egy települést, és utána a kalózok hanyatlásával a 15. században költöznek vissza. Ezek is ilyen szintén tipikus velencei dalmát házikok, mint amelyet Omisban láttak. Ki volt az omisi városnézésen? Nem olyan sokan, jó. Sokan voltak. Létezik, hogy valaki nem volt. Itt szemben az a sárga épület, a posztirai halfeldolgozó üzem.
Posztirai szardiniát egyébként Magyarországon is az üzletekben lehet kapni, globális dobozban van, tudós feliratta olívan, olajban tartóztatják. A két felirattal pedig simán napraport olajban. Ennek a érdekessége ennek az üzemnek az, hogy tudniuk kell, hogy itt ezen a vidéken a delfin védett áll. Egy delfin megsebzéséért 100 000 kuna büntetést kaphatnak. Viszont utálják, szó szerint utálják a halászok a delfineket, ugyanis megtámadja a hálóban lévő halat, és addig húzza, amíg ki nem szaggatja a hálót, és ezért láthatjuk, hogy állandóan foldozzák, jó, beakadhat valamibe, de ez főként a delfineknek a műve, azért foldozzák a hálókat állandóan, mert ki szaggatja a hálót. Meg fogom kérni azokat, akiket nem érdekel, azok elmehetnek strandolni, jó, kérem, ne beszéljünk, mert tényleg zavarjuk egymást, jó, én nem azt mondom, hogy síri csend, én próbálok kiabálni, de tényleg nem tudok mindenkit túl kiabálni. Tehát, és egyetlen egy ilyen támadásról tudunk, Jan azt akartam mondani, hogy ezek a hálók nagyon sokba kerülnek, egy olyan 150 méteres háló akár 1 millió forintba is kerül, jobb minőségű háló. És éppen ezért mindig harc van, még véletlenül is a halászok ne lássanak delfineket, egyetlen egy ilyen delfintámadásról tudunk, amely a Vízsziget melletti brácsi halászok, kidobják a hálót, még hal egyáltalán nincs benne, és keresztül kasul szaggatja a hálókat, ez úgynevezett agresszív delfin, amelyet megölnek, végül büntetést nem fizetnek, de ez a delfin preparálva lehet látni itt a halfeldolgozó üzemnek a recepcióján vagy portáján. Sajnos már nem tudjuk megtekinteni, mert én mindig elmondtam, hogy semmit a kéznek, mindent a szemnek, sikerült egyik uszonyát letörni, azóta nem lehet. Kirakták kővel. Nem láttam még. Horváth ekszerzista költ, aki mondta, hogy sem víz, sem kenyér a sziget. Itt láthatnak egy csodálatos datolyapálmát. A datolyapálma itt nem honos, a harmadik században kezdik el betelepíteni a görögök. Tudják, annyi éves a pálma, hány sor ilyen gyűrűje van, minden évben egy sor gaj szárad el. Ott, ahol gondozzák, ezt nyersik, ahol nem csak ezt egy lelóg ez a nem érik be a datolya, nem elég hosszú a szezon, a datolyát semmire nem használják, csak dísznövény. És babonából a helyiek azt mondják, hogy szerencsétlenséget hoz, ezért nem ültetik a kertükbe, hanem főként utcákon, tereken, kikötőben, sétányokon lehet látni a datolyafalmát. Itt lehet látni a úgynevezett szamárutat. A szamár, amelyet úgy is hívunk, mint a dalmár taxi, a hegyes, völgyes vidékeken mással nem lehet közlekedni, csak szamárral. Abban az időben, amikor nem volt televízió, 1903 és 5 között, akkor rakták ki ezt a követ. Egyébként nagyon jó ez az időjárás esetén, mint uralkodik ez a fajta kövezet. Ugyanis, hogyha ezt lebetonoznák, akkor ugye, amikor esik az eső, akkor alatta kimosná a földet, tehát nem maradna meg. Így pedig egyszerűen kikerülgeti a talaj kimosra, viszont továbbra sem lesz sár, és a földet nem hozza le tulajdonképpen teljesen le a víz. Megyünk tovább. Tulajdonképpen a tűzütőt ki, akkor csak a felső rész égeti. A neve egyébként kurva fül. Érdekes, hogy ez nem a virágja, hanem a levelesen esedik így el. Itt egészen májustól szeptember elejéig ilyen csodálatosan virágzik, vagy levelezik. Találhatunk fehér, pirosas, egy világosabb, tehát rózsaszín színűben is. Itt viszonylag hamar egész házfalakat benő, és magyar klímá nem marad meg, sajnos
nem szereti azt, hogy becipelik, meg kicipelik újra. Lehet egyébként kapni, a magyar virágárosok is árulják, 6000 forint körül van egy tünk. Az első évben még virágzik, a következő évben, amikor kiviszik a pincéből, akkor már kevésbé, a következő évben pedig egyáltalán nem fog virágozni. Tehát itt, mintha Velencében sétálnának. Na tehát, ami tudni kell, tehát a velencei építészet, mondtam már Rózsis városvezetésnél, de mondom újra, megvárjuk, hogy felzárkózik a társaság vége is. Ezeknek a tengerpart... Ezeknek a tengerpart településeknek majdnem mindegyike velencei építésünk. Ugye nincsenek lagunák, viszont ugye nincs nedvesség, ezért sokkal tovább elmaradnak, megmaradnak ezek az épületek, illetve sokkal jobb minőségű a kő. Tessék bejebb jönni, de szeretik a napot? Én vártam az árnyékban, nekem nagyon jó. Elnézést. Tehát itt nagyon jó minőségű a kő, itt eszembe jutott valami, amit feltétlenül meg szeretnék önöknek említeni. Itt a 16. századig a környéknek az alsóbb szinteken, a hegyeken tölgyesekkel volt tele a vidék, majd a Velence uralom idején kivágják ezt a tölgyfát. Ebből tölöpözik alá egész Velencét, ebből a dalmát tölgyfából, ebből építik a velencei flottának nagy részét, és esik az eső, nem mosol a talajt, és továbbá nem fog semmi megmaradni, csak az igénytelen makija, illetve a fenyőket a jugoszláv időben telepítik be. De visszatérve Posztirához, megérkeztünk a kis Szent Miklós kápolnához. Szent Miklós a halászok, utazók, tengerészeknek a védőszentje. Ha ez az ablakon bekucskálnak, akkor láthatják, hogy Szent Miklós hogyan csendesíti a tengert. Hajnalban, amikor a férjek kimentek halászni, az asszonyok így gyűltek össze, itt imádkoztak Szent Miklóshoz, hogy ha a férjek jók voltak, visszatérjenek, ha pedig nem voltak jók, hogy ne térjenek vissza a halászat. Megérkeztünk a városnak a plébánia templomához, amely keresztelő Szent János nevét őrzi. Bent látható egy kép, hogyan kereszteli keresztelő Szent János Jézust a Jordán folyóban. Értékes még az orgonája, amelyet Augsburgból kapott 1933-ban a település. Római katolikus templom, említettem, Dalmáciának a 97%-a római katolikus, ebből a 90% valóban gyakorolja a vallását, minden vasárnap járnak templomban. 1980-ban a régészek találtak egy ókeresztény bazilikának a maradványait, amely a 6. századból való. Felújították a keresztelő medencét, amely nagyon érdekes, hogy a keresztelő kápolna láthatják, hogy lóhere alakú volt. Illetve azért ilyen nagy a keresztelő medence, mert abban az időben ugye ilyen lebukással, tehát úgy keresztelkedtek, hogy teljesen megmerültek tulajdonképpen a keresztelő medencében. Itt a romok, a templom romok mellett szedhetnek levendulát, rozmaringot, nagyon sok van a szigeten, annak ellenére, hogy a Vár-szigetét hívjuk a levendula szigetének, itt is sok van a szigeten, nagyon jó minőségű a dalmáciai levendula olaj, illetve rozmaringolaj, minden más mediterrán országban a teljes növényből, tehát a gyökerét, a szárát mindent beletesznek, addig itt csak is a leveléből és a virágjából sajtolják, nem olcsó az ára, egy liter olaj levendula olaj előállításához tulajdonképpen egy hatalmas nagy zsák.
növényre van szükség. 70 és 100 tonna között hol veszik, milyen minőségű. Egy deci annyiba kerül. Igen, viszont nagyon keveset, nagyon jó, tehát a kozmetikai iparban nagyon sokat használják, egyébként nagyon sokat visznek innen a szigetről is, Franciaország, illetve Németországban. Azon kívül pedig a három hónapig érlelték a hajón meg a kamionban. Én amíg az eseményen egy zacskó citromot, nekem az egész autómban lehet kérni azt a A szomszéd fia mindig zöldet. Vasi, gyere, mert nem Na, kiszúrja valamelyik?
jó zene. Nagyon a... Veszel? Thank you.